Sziasztok! Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Szokásos módon várok néhány másodpercet, amíg megérkezik a jel, és felcsatlakoznak azok erre a Facebook Live-ra, akik élőben szeretnék meghallgatni, illetőleg természetesen majd vissza is lehet hallgatni. Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Én Baktor Orsolya vagyok. Az írásaim alatt, a közvetítéseim alatt a Kristályfény 33 elnevezést, nevet találhatjátok. Ez az én írói nevem. Először is szeretném nektek megköszönni azt a sok-sok támogatást és sok-sok bíztatást, és azt a rengeteg követést és szeretetet, amit kapok tőletek hétről hétre, hónapról hónapra, és most már elmondhatjuk, hogy évről évre is, hiszen most már évek óta működik ez az oldal, a Kristályfény Misszió Facebook oldal, ahol a különböző információkat osztom meg veletek. Sziasztok, köszöntelek benneteket! Illetőleg ugye elindult az új weboldal, ami folyamatosan áthangolás és fejlesztés alatt van, jelenleg az orsolyavaktor.webnode.hu weboldal, ahol egyébként hírlevélre is fel lehet iratkozni, és hírlevélben még több információt, még több közvetítést, még több tanítást küldök ki. Hiszen amiről ma is szeretnék majd nektek beszélni, az pontosan az, hogy bizony nagyon-nagyon tudatosnak kell lennünk, és ébernek kell lennünk, mert az a bizonyos fény és árnyék, hogyha használhatom ezt a klisét, az a bizonyos fény és árnyék egyre inkább válik ketté, és egyre nyílik az olló, ahogy ugye szoktuk ezt mondani, az ollónak a két végpontja, és egyre inkább távolodik egymástól az a két tudatosság, amit hívhatunk úgy, hogy ötödik dimenziós tudatosság és harmadik dimenziós tudatosság, és akkor ilyenkor megkérdezhetjük, hogy hol az a bizonyos negyedik dimenzió, az maga az idő, maga a kötfátyol, a feledés fátyla, amely ránk borult itt a harmadik dimenzióban. Na, hát úgy látom, hogy egész szép számban növekszünk, úgyhogy én bele is kezdenék akkor itt az érdemi Facebook Live-ba, közvetítésbe, ilyenkor mindig egy kicsit élőben megy a közvetítés. Egyrészt szeretném nektek megmutatni azt, hogy mi az, ami történik az online kurzusokon, mi mindenről beszélünk, ugye hónapról hónapra különböző programokon, különböző témaköröket feldolgozva, illetőleg ezeket a tanításokat és közvetítéseket további videókban és írásbeli üzenetekben is, ugye, ahogy az előbb is említettem, hírlevélben is kiküldöm. Közben volt egy becsörgés, ezt kinyomtam. Ez itt az élő Facebook Live-nak a varázsa. Na, tehát február van, elindult a 2021. február, és hát mint ahogy azt az év végi, ugye december 30-án tartottunk egy olyan meditációt, amire bárki akkor felcsatlakozhatott, ez egy nyilvános meditáció volt, és az az év végi, de valójában egy újévi meditáció volt, hiszen 2021-re szeretett volna ráhangolni, abban a meditációban bizony-bizony a Szentlélek energiájával dolgoztunk, hiszen a 2021 a Szentlélek éve. Erről részletesebben dr. Szejzer Beatrix és Greskó Anikónak a tanításai és közvetítései között olvashattok a Csillagnemzetségek és Lélekcsaládok, mint csillagtudatosságnak a tanításai és közvetítései között. A Szentlélek éve, a lélek éve, az egy nagyon-nagyon különleges energia, felhőt, energia mátrixot, csillagmátrixot hoz el nekünk, és rendkívüli lehetőséget, potenciálokat fűz meg körülöttünk a morfogenetikus mezőben, ami azt jelenti, hogy sorskorrekciót és idővonalkorrekciót lehet végrehajtani. Ugye a különböző kurzusokon, amiket tartok már évek óta, aztán volt egy kis szünet, és most 2020-ban ezek a kurzusok online módon újraindultak. Ezeken a csillagtudatosság kurzusokon arról beszélünk,
hogy hogyan épül föl a létünk, a karmikus és az egyáltalán a létciklus körforgásunk, a dimenziók, hogyan lehet ugye felébredni, mi a léleknek az ébredése, milyen fázisai vannak, és hogyan lehet ezt a felemelkedést végrehajtani. És hogyha ebben a tudatosságban vagyunk képesek lebegni, akkor azt is látjuk, hogy bizony a lelkünknek nem csak emberi életei vannak, hanem egy egészen hosszú folyamata, létciklusa, amire ugye különböző életek fűződnek föl, és itt és most ebben az életünkben, és nem csak ebben az évben, hanem úgy egyébként ebben az időtérben, amiben jelen vagyunk ebben az életünkben, nagyon-nagyon sokan, nem mindenki, de nagyon sokan azzal a szándékkal születtünk meg, a lehetőség természetesen mindenkinek ott van, de ez nem mindenkit mozgat, ez nem mindenkit hív, ez a fajta lehetőség, ettől függetlenül jelen van a morfogenetikus mezőben, de nagyon sokan érezzük a lelkünkben azt a hívást, hogy bizony azért vagyunk itt, mert ezt a fajta sorskorrekciót, a létciklusunknak a felemelkedését szeretnénk végrehajtani, idővonal korrekciót, és nem egyszerűen az életünket egy magasabb tudatosságban, ezáltal egy magasabb szeretet minőségben, ha úgy tetszik, Krisztus tudatosságban élni, hanem az egész létezésünket, a létspirálunkat szeretnénk felemelni. Ezeket a folyamatokat támogatják azok a kurzusok, vagy azok a meditációk, hanganyagok, üzenetek, amik rajtam keresztül is érkeznek, és nyilván ezek közvetítések. Ugye az én egyik feladatom, sokan vagyunk itt, olyan fénymunkások, fényküldöttek ebben az időtérben, akik más dimenzióknak a támogató, segítő energiáit közvetítik. És bizony, ez az év, mint a Szentlélek éve, a lélek éve, nagyon intenzíven, mondhatjuk azt is, hogy erőteljesen, csak ez ilyen furcsa ez a szó itt, inkább maradnék annál, hogy intenzíven körénk rendezi azokat az erőtereket, amiben, hogyha belekapaszkodunk, akkor egy sokkal magasabb valóságunkkal és egy sokkal magasabb tudatosságunkkal tudunk kapcsolódni, ha úgy tetszik, a mag energiánkkal, önmagunk felsőbb tudatosságával, magasabb minőségeivel, magasabb lét megélésével, ha úgy tetszik, a Krisztus tudatosságú énünkkel, és ezt a Krisztus tudatosságú énünket tudjuk itt elkezdeni élni, vagy megélni, ami azt jelenti, hogy a dimenzióváltás az nem feltétlenül azt jelenti, hogy átkerülünk egy másik bolygóra, hanem mi magunk egy másik világgal kezdünk el kapcsolódni itt és most a Földön, hiszen a bolygószintű emelkedésről is, szó van, ami azt jelenti, hogy a bolygó emelkedése, a bolygószintű emelkedés, a bolygó tudatosságának a felemelkedése az úgy tud megtörténni, hogyha az egyének, akik ezt vállalva ide születtek, és ide jöttek a terrára, a földre, önmagukban horgonyozzák le ezt a Krisztus tudatosságot, saját egyéni sorsukban, saját egyéni létezésükben kezdik el élni ezeket az energiákat, és minél többen vagyunk, akik ezen magas frekvenciákon, magasabb tudatossághálón élik már a sorsukat, az életüket, annál inkább változik át a bolygó tudatossága. Ez nyilván nem egyik pillanatról a másik pillanatra fog megtörténni, óriási szerepe van a felelősségvállásnak, és ennek vannak fázisai ennek az ébredésnek. Ez nem egy kívülről csettintett folyamat, az egy másik kérdés, hogy ez egy másik megközelítése az egész folyamatnak, hogy körülöttünk vannak ezek a potenciálok, de mindenki önmaga hozza meg a választását, hogy éle ezekkel az energiákkal, és éle ezekkel a lehetőségekkel. És én most pontosan arról szeretnék nektek beszélni, hogy mivel a 2021, és innentől kezdve a előttünk álló évek, mondjuk úgy, hogy ez az évtized, ugye itt 2020-tól 21 és egészen 2030-ig, óriási jelentősége van annak, hogy mi az, aminek figyelmet, fókuszt adunk, és
Olyan, mintha most kerülnénk egy magasabb szintre, de még meg kell tanulnunk ott létezni. Nem tudom, hogy ki emlékszik, ki nem emlékszik, én az a korosztály vagyok, akinek a gyerekkorában a Nintendo és Mario jelen volt, és ugye jöttek be ezek a videójátékok, amikor különböző szintre lépett a Mario, és mindig azon a különböző szinten, amire föllépett, ott meg kellett tanulni az új eszközöket, az új szabályokat, ahogy ő ott létezni tudott, és hát ugye tovább tudott utána még magasabb szintekre lépni. Valami ilyesmi történik, ha most ilyen nagyon hasonlatosan szeretném ezt megfogalmazni, hogy nagyon sokan már egyre inkább kapaszkodunk fel ebbe az ötödik dimenziós tudatosságba, és bizony megvannak már azok az eszközeink, amivel tudjuk magunkban tartani ezeket a frekvenciákat, de azért tudatosítanunk el magunkban azt is, hogy bizony dualitásban vagyunk, és olyan, mint hogyha tudjátok a filmekben, ahogy meg szokott jelenni a kis angyal, meg a kis ördög az egyik, meg másik válunkon, folyamatosan mindkét oldalról jön az információ, jön az energia, és mindig mi választjuk ki azt, egyébként ez a taró kártyának a misztériumában is benne van, ugye a fehér oszlop, meg a fekete oszlop, a fény és az árnyék, tehát mindig mi választunk egyénenként, mindenki a maga választásában, hogy minek ad teret, minek ad energiát. És sokszor megfogalmazódik bennem az is, hogy hát miért kell ezeket az információkat újra meg újra elmondani, miért kell ezeket a tanításokat és közvetítéseket újra és újra átadni, de bizony ez nem erről szól, és hogyha te fénymunkás vagy és fényküldött vagy, akkor most nagyon szeretném neked is ezt üzenni. Ez nem erről szól, hogy tudjuk már. Ez nem arról szól, hogy jó, oké, ezt már tudom, hanem ez arról szól, amit úgy hívnak, hogy pszichológiai hatás, hogy mi az, amit a te is, én is, mindannyian, és a környezetünk is, a szeretteink is folyamatosan hallunk. Hiszen halljuk folyamatosan az árnyékot is, és halljuk folyamatosan a fényt is. De hogyha valamelyik oldal elhalkul, akkor a másikat fogod hallani. És azért nem mondom, hogy most csak egyik meg másik, mert bármelyik oldal elhalkulhat. Az árnyéknak viszont van egy olyan természete, hogy nem igazán halkul el, nyomul, utánad nyúl, mindenki után, nem csak utánad, mindenki után, tehát hogy utánunk nyúl, és húz magához, és folyamatosan duruzsol, mondja. És azért van szükségünk arra, hogy folyamatosan olyan információkkal, írásokkal, hanganyagokkal, kurzusokkal, könyvekkel, meditációkkal, közösségekkel, csoportokkal kapcsolódjunk, ahol folyamatosan a fény információit, a fény energiáit, a fény hangjait halljuk, mert akkor azzal kezdünk el kapcsolódni. Ezt tudjátok olyan, mint rengeteg tanulmány és kutatás született arról, hogy például a gyerek milyen környezetben nő fel, mi az, amit folyamatosan hall otthon a családjától, az iskolában, és ugyanígy van felnőtt korunkban is, hogyha egy olyan közegben vagyunk, ahol folyamatosan negatív dolgok vannak, és egyébként mi pozitív beállítottságúak vagyunk, akkor nem fogjuk magunkat ott jól érezni, és előbb-utóbb eljövünk onnan. De ugyanígy, hogyha valahol meg nagyon sok a pozitív energia, és valaki negatív beállítottságú, akkor ő sem fog tudni ott sokáig létezni, el fog jönni onnan. Igen ám, csak egy hosszú, kitartó duruzsolás és mormolás, az képes a tudatalattit átalakítani. És ezért nagyon fontos, hogy mi az, amivel napi szinten kapcsolódsz. Ha te szeretnéd megélni a következő éveknek és ennek az évtizednek azokat a lehetőségeit és potenciáljait, hogy a te sorskorrekciódat, a te idővonalkorrekciódat végrehajtsd, akkor tudnod kell, hogy mivel több tízezer évről beszélünk, sőt, az is lehet, hogy több százezer évről beszélünk, ami ugye felfoghatatlan az elménkkel, akkor bizony felmerül a kérdés, hogy valóban azt hiszük, hogy egy hétvége alatt, hopp, akkor mi most felemelkedtünk és megvilágosodtunk. Ez egy hosszú, türelmes folyamat,
ami türelmet kér tőlünk, és biztos vagyok benne, hogy most végig gondolod azt, hogy egyébként már te mióta dolgozol, akár ebben az életedben azon, hogy ezt a fajta spirituális felemelkedésedet véghez tud vinni, és tényleg a lelkedet, a lényedet, a létedet egy magasabb tudatosságra tud emelni. Ez arról szól, amikor folyamatosan árasztod magadból a fényt, az információkat, nem erőszakos módon, de amikor ezt képviseled, és folyamatosan erről beszélsz, és amikor kérdez tőled valaki, akkor megosztod ezeket az információkat, akkor ez arról szól, hogy te folyamatosan életben tartod ezeket a rezgéseket, ezeket a frekvenciákat. Mert hogyha nem foglalkozunk ezzel, és nem beszélünk erről, akkor elhallgattad bennünket az árnyék. Márpedig mi azért jöttünk ide, hogy a fényt képviseljük, a szeretetet és a Krisztus tudatosságot képviseljük. Tehát igen, folyamatosan beszélünk róla, folyamatosan kapcsolódunk vele, mert ezzel tartjuk életben. Hallatnunk kell a hangunkat, és életben kell tartanunk ezeket az energiákat. És mivel egyre inkább nyílik szét ez a bizonyos olló, amiről beszéltem, és egyre nagyobb lesz a távolság a magasabb tudatosságban élők között, és azok között, akik még nem választották ezt a fajta felemelkedést, ezért nagyon fontos lesz az is, hogy erre minél tudatosabb és éberebb tudj lenni, mert ez a kulcsa annak, hogy ez a bizonyos sorskorrekció és idővonal korrekció, ez meg tudjon történni a te életedben is. Nagyon fontos az, hogy napi szinten jelen legyen az életedben, és életben tartsd magadban ezeket a frekvenciákat, és mindig, amennyire van lehetőséged, magasabbra és magasabbra tud emelni. És nagyon fontos lesz az is, hogy mivel nyílik ez az olló, és bizonyos eszközök, akár például a social media nem feltétlenül fogja támogatni, úgymond a fénynek az áradását, és erről már egyre többen számolnak be, és ezt láthatjuk is akár a Facebookon is, az Instagramon, a különböző social media felületeken, hogy bizony, amikor értéket adó tartalmakat osztunk meg, olyan üzeneteket, akkor azoknak messze nem olyan magas az elérése, mint a másik oldalt képviselt üzeneteknek, vagy tartalmaknak. És itt van egyfajta felelősségünk fénymunkásként és fényküldöttként, hogy mennyire válunk hírnökökké. Hogy mennyire kapcsoljuk össze az emberek lelkét ezekkel az üzenetekkel, ezekkel a átjárókkal, ezekkel a kapukkal, mondhatnám úgy is, hogy ezekkel az oldalakkal, ezekkel a csoportokkal. Óriási jelentősége van a csoportoknak, az újra szerveződésének, a közösségeknek a szerveződésének. Ugye én is ezzel foglalatoskodok a kurzusokon keresztül, a kurzusok eszközével, csoportok szerveződése történik, hiszen gondolj bele, minden egyes film, minden egyes ilyen megható történet az arról szól, hogy amikor egy maroknyi, szeretettel teli, jó akaratú ember összefog, akkor az összefogással mindig nagyobb eredményt tudnak elérni, és tényleg világokat tudnak megváltani, mint hogyha valaki egyedül Don Quixote harcot vív. Lejárt a magányos farkasok ideje, bizony a csoportokban, a közösségekben van az erő. Egyrésztről ez az evolúciós lépcsőfoknak, ugye a következő evolúciós lépcsőfok, hogy az egyének összefognak, és ezáltal összpontosítják, koncentrálják azt a fényerőt, amit képviselnek, sokkal nagyobb, gigantikus erőtereket tudnak ilyenkor együtt megmozgatni. Ezeket a célokat, ezt a célt szolgálják azok az online kurzusok is, amiket hónapról hónapra tartok én is különböző témában, és más fénymunkások és fényküldöttek is.
Ez egy nagyon-nagyon szép misszió, de most van itt előttünk az az idő, amikor ha te azt érzed magadról, hogy fénymunkás vagy és fényküldött vagy, akkor most jött el a te időd. Ez itt most a te időd, és nagyon tudatosan és éberen figyelned kell arra, hogy most kell, hát nyilván mindenkinek választás kérdése, de hogy most van az a hívás, hogy beleálljunk ebbe az egészbe, úgy egész lényünkkel, és képviseljük ezt az egészet, és tegyük a dolgunkat, és tegyük a feladatunkat, és hírnökökké váljunk, és itt is itt most nem szeretnék egy online kultúrába belemenni, nem a spamelésről beszélek, hogy fűnek, fának, bogárnak küldözgessük az üzeneteket, de akinél egy kicsit is érezzük a környezetünkben, hogy ő ébredni szeretne, hogy ő keresi ezeket a kapcsolódásokat, akkor merjünk neki ajánlani olyan könyveket, kurzusokat, meditációkat, oldalakat, ahol ő ezekkel az információkkal tud kapcsolni, gyengéden, óvatosan, szeretettel, a megengedéssel, tisztelettel, nyilván meghagyva az ő szabad választását, tehát most nem a spamelésről beszélek, hogy mindenkinek küldjünk mindent, hanem amikor érezzük, hogy a másik keresésben van, és keresi ezeket az információkat, akkor vezessük el őket azokhoz a segítőkhöz, tanítókhoz, ahol ő tud kapcsolódni ezekkel az információkkal, ajánljunk könyveket, tehát tényleg váljunk hidakká az emberek és a fény között, az isteni tudatosság, a Krisztus tudatosság között, mi magunk vagyunk a híd. Nagyon sokan most erről nem fogok ebben a videóban részletesebben beszélni, de szerintem készülnek majd most már egyre több ilyen vlog videó, tehát nagyon sok közvetítés, tanítás most már videóban is adok át, ugye a hírlevélben is elküldöm, illetőleg a YouTube csatornára is feltöltésre kerülnek, és az oldalra is, igyekszem minél inkább láthatóvá tenni, szükséges a megosztás, és szükséges, hogy eljusson azokhoz az emberekhez, akiknek erre szüksége van. Tehát nem itt akartam itt mondani, híddá válni, mert hogy igen, az indigókról akartam beszélni, a híd és az indigók, hogy az indigókról nem fogok részletesebben beszélni, hanem majd egy másik videóban, de nagyon sokan indigó energiában jöttek, és az indigó energia az egy híd energia. Az indigók, akik a 70-es, 80-as években születtek, ők azok a lelkek, és lehet, hogy egy kicsit hamarabb, és lehet, hogy egy kicsit később, tehát, hogy itt azért megenged vagyunk, de jellemzően így a 70-es és a 80-as évek környékén, ők azok a küldöttek, azok a hírnökök, akik magukban hordozzák a régi energiát, de magukban hordozzák az újat is, és összekötik a régi világot az új világgal. Ez egy nagyon izgalmas energiaminőség. A könyveimben is írok erről, ami majd most fog megjelenni ugye márciusban, a missziónak a folytatása, a kód, illetőleg a közvetítésekben és a videókban is szó van erről, hogy hogyan is lehet ezt az indigó eszenciát értelmezni, és mit is jelenthet mélyebb és mélyebb misztériumokat feltárva. És akkor, amit a Facebook Live-ban is így megosztottam, a vénuszi energiával szeretnék most tovább menni, és a vénuszi energiáról szeretnék beszélni, mert hogy nagyon intenzív lesz a Vénusz hatás most tavasszal, ami a nőiség, és nem csak a nőiség, és a szépség, és minden, ami a nőhöz tartozik, a báj, a látság, a szerelem, nyilván a szerelem a férfihoz is tartozik, de minden, ami klasszikusan a Vénuszhoz tartozik, abban benne van a bőség is. És az a fajta érzékiség, az a fajta szenvedély, amivel az életet élni tudjuk, hiszen a Krisztus tudatosságban, ebben a magasabb dimenziónás tudatosságban újra tanuljuk szeretni az életet, és szenvedéllyel éljük az életet. Abszolút ezt a földi mennyországot horgonyozzuk le, és kezdjük el élni az ötödik dimenziós tudatosságban, és itt most nem a hedonista életmódról beszélek, hanem arról a bőséges, elégedett állapotról, amikor lélekbékében vagyunk, szeretetben, szerelemben, egészségben, nagyon sokat fogok beszélni az egészségről, hiszen az ötödik, hatodik dimenziós tudatosságban teljesen más egészségtudatosságban vagyunk, teljesen más egészségminőségben vagyunk,
És ugyanakkor ott van a bőség is, ami nem egy feleslegesen felhalmozott életről szól, hanem minden, ami a te sorsodhoz, a te jól létedhez szükséges, az ott van körülötted. Ez a fajta mennyországi mennyei állapot. Úgyhogy most februárban a vénuszi energiával fogunk dolgozni, de most mint nőiség aspektusból, és majd márciusban fogunk dolgozni a bőség aspektusából. Tehát most februárban ugye a nőiséggel megyünk tovább, hiszen januárban tantrikus szerelem kurzus volt. Ezek a hanganyagok utólag is mindig megvásárolhatóak, felvétel készül az online kurzusokról, és ezeket a hanganyagokat, hogyha valakinek nem felelnek meg az időpontok, ugye most lesz egy kis változás, mert eddig vasárnaponként voltak a kurzusok, most februárban szombatonként lesz, ez az én szervezésem miatt van így, remélem nem jelent problémát, és így is fogtok tudni kapcsolódni. Nálunk történtek olyan családi változások, családenergetikai változások, ami miatt ezt így tudom megoldani, hogy vasárnap helyett szombatonként tartom az online kurzust, és nagyon szépen köszönöm, hogyha ezt meg tudjátok érteni, és rugalmasan tudjuk ezt kezelni. Továbbra is, hogyha valakinek esetleg nem felel meg az élő kurzusnak az időpontja, akkor utólag a hanganyagokkal, a meditációval, közvetítésekkel tud dolgozni. Tehát nyugodtan be lehet jelentkezni a csoportba, és úgyis autodidakta módon otthon később is tud vele dolgozni. Nos, tehát januárban a tantrikus szerelem energiával dolgoztunk, ahol a férfi-női egységről jöttek tanítások, meditációk, közvetítések, gyógyítások, hiszen a lélekéve, a szent lélekéve magában hordozza a lélek egységének, ugye ezt a yin-yang energiának, az egységének, ezt a teremtő minőségét, és hát a szerelem energia, a tantrikus szerelem energia az egy nagyon intenzív teremtő energia. Ezt a kurzuson végigbeszéltük. Most februárban pedig a nőiséggel, a Vénusz női energiával fogunk tovább menni. Nyilván itt most elsősorban ez akkor nőknek szól, bár általában van egy ilyen megfigyelés is, hogy többnyire nők szoktak jönni a kurzusomra. Ez persze nem azt jelenti, hogy férfiak ne jöhetnének, tehát, hogy nyitva vannak a kapuk a férfiak előtt is, mélységes tisztelettel a férfi energia felé. Most februárban a nőiség Vénusz energiában azzal a megközelítéssel fogunk dolgozni, mert biztos vagyok benne, hogy már nagyon sokan dolgoztatok a női energiával, és már nagyon ismeritek, hogy akkor most mi jön az anyai ágról, meg hogy milyen női sorsok vannak, milyen női arcok vannak. Nagyon fontos, hogy amikor női energiáról beszélünk, akkor nem egy feminista mozgalmat építünk, egyáltalán nem. Ugye a férfival együttműködve, egyenrangúságban építjük újjá a saját nőiségünket is. Az lesz, és talán ez a mondat a kulcs, hogy újjáépíteni a nőiségünket, egy új nőt építeni ebben a Krisztus tudatosságban, amivel indítottam a mai ugye Facebook Live-ot is a Nintendo és Mario, aki persze fiú volt, de hogy a saját nőiességünk is ugye egyre magasabb és magasabb szintre emelkedve, egyre magasabb fénykódokkal kapcsolódva, hogyan tud lefűződni az itt és a mostban, és hogyan tudod megélni az itt és a mostban ezt a magasabb minőségű, magasabb fénykódú nőiségedet, és hogy ez mit jelent egyáltalán, mitől lesz ez számodra kézzelfogható. Természetesen fogjuk gyógyítani, tisztítani a női sérüléseket az egész idővonalon és sorskorrekción, ahogy ezt a hírlevélben is kiküldtem erről a tanítást, tehát az egész idővonalon sorskorrekció, idővonalkorrekciót hajtunk végre, akár szellemi szinten történt női energiának a leépítése, akár lelki szinten, akár testi szinten, a méh energiával, nyilvánvalóan nagyon sokat fogunk dolgozni a méh energiával. Ugyanakkor mindig, amikor van egy ilyen oldás, tisztítási folyamat, a következő lépés a magasabb hálóra való felfűzés, hogy egy magasabb minőségben fűzzük újjá, és fűzzük fel az új fénykódokat az egyéni kvantummezőben, az egyéni morfogenetikus mezőben. Ez hatást fog gyakorolni a párkapcsolatodra, egy
Az, amivel januárban dolgozhattunk a tantrikus párkapcsolati energiával, ez az energia ezt megtámogatja, és abszolút még mélyebben ébreszti újjá ezt a szakrális női energiát. Az ötödik dimenziós tudatosságú nő nagyon másképpen működik, mint egy harmadik dimenziós tudatosságú hölgy. Teljesen más az a szakrális tudás, az a krisztusi energia, ami ilyenkor a női minőségen keresztül tud áradni, és ez azért is egy kulcskérdés, hogy a nők mennyire tudják a saját nőiségüket felemelni erre az ötödik dimenziós krisztus tudatosságú hálóra, és ezt az egyéni kvantummezőben és morfogenetikus mezőben megfűzni, mert hogy Gája istennő. És ahogy a kollektív energiában, ez egy nagyon szoros összefüggés, és ez nagyon összefügg egymással, hogy ahogy a kollektív térben a nőiség tudatossága emelkedik, a méh gyógyul, a női szív gyógyul, és minél több nő éli meg ezt a befogadó, lágy, szeretettel teli istennői energiát, ezt a Krisztus tudatosságú, ötödik dimenziós papnő energiát, ami most nem azt jelenti, hogy egy ilyen elvonult életet fog élni, tehát a papnő itt nem az elvonultság, hanem azt a fajta tudatosságot jelenti, hogy milyen minőséggel veszel részt anyaként a gyerekeid nevelésében, a családodban, a párkapcsolatodban, társként, a női közösségekben. Óriási jelentősége van a női közösségek szerveződésének. Hogyan éled meg nőként a szexualitásodat, hogyan kommunikálsz, hogyan vagy jelen úgy egyáltalán az emberi kapcsolataidban. Tehát ennek rengeteg aspektusa van, és egy Krisztus tudatosságú nő ezt egy teljesen más minőségben működteti, mint egy harmadik dimenzionális tudatosságú nő. És ezekre a különbségekre fogunk rávilágítani, hogy tudatosodjon a felszínen is, hogy mitől lehet az más. Tehát nem csak, nagyon fontos ez is egyébként, hogy a mostani időtérben már nagyon fontos, hogy nem csak tudatalattiban dolgozunk, hanem fontos, hogy a felszínen is történjen a tudatosodás. És ezért vannak a kurzusokban tanítói részek, ahol a felszínen úgymond egy kicsit ilyen elméleti síkon közelítjük meg, hogy kézzelfoghatóvá tehessük magunk számára az értelmezést, és hogy gyakorlatiasabbá tudjuk tenni, majd utána a lelki folyamatokkal, a mély tudatalatti folyamatokkal foglalkozunk a meditációban, és ami a felszínen tud tudatosodni, azután a tudatalattiban is szépen át tud alakulni. Hiszen mindegy, hogy mit oldunk ki a tudatalattiban, ha utána nem tudunk rá éberek lenni, és a régi mintáinkat kezdjük el követni, mert akkor újra teremtünk olyan lenyomatokat, amit lehet, hogy a meditáció kioldott, de mivel a tudat szintjén nem változott meg a minta, nem változott meg a viselkedés, a magatartás, a gondolkodás, a beszéd, a szó, ezért újra teremtünk olyan lenyomatokat, amiket már előtte esetleg kioldottunk. Ez párhuzamosan kell működtetni, mert ha meg csak a tudat szinten van, de nem oldódnak ki a fénytestekből, az aura rétegekből a lenyomatok, akkor mindegy, hogy tudom, hogy kell viselkedni, ha valami miatt a mély lélek szinten olyan megrekedések, pecsétek vannak, amivel nem tudjuk szinkronicitásba emelni ezeket a folyamatokat, tehát ismételten a szinkronicitás, a tudat és a tudatalatti között ez rendkívül fontos lesz a mostani időszakban. Úgyhogy a lélek évében az egyik legfontosabb küldetésünk, hogy a saját lelkünknek, a lelkünk valóságával és tiszta eszenciájával, a vagyok, aki vagyok állapottal tudjunk kapcsolódni, hogy ki az a tiszta fénylény, aki itt és most szeretne megnyilvánulni, és szeretne felébredni, és ebben a fényküldötti minőségünkben egyébként mások felé is hogyan tudunk jelen lenni, és hogyan tudjuk őket összekapcsolni. Egyre nagyobb a felelősségünk ebben, és egyre inkább érezzük a hívást. Úgyhogy én ezeket szerettem volna nektek itt elmondani február 1-én, hétfő este egy ilyen kis február hónapot indító Facebook Live-on. Nagyon-nagyon sok szeretettel várok mindenkit a februári vénuszi kurzuson, mert
a nők ébredése kulcs a bolygó ébredésében, hiszen Gája istennő, Gája földanya, női minőség, és ez egy és ugyanaz a kollektív női ébredéssel. És bármi, amit mi egyén szintjén, személyes, individuális, kvantummezőben, morfogenetikus mezőnkben megtörténtetünk, az belemegy a kollektívba, és ez maga a fényküldötti munka. Hogy önmagunkat átfényesítve fénypontokat, magunkat, mint fénypontokat fűzzük bele ebbe a morfogenetikus mezőbe, és így fog az egész kollektív felébredni és felfényesedni. És ne feledjétek, és ezt most a nőknek üzenem, nem tudom, férfiak hallgatják ezt a hanganyagot, hogy a női méh kapu, és maga az univerzum, maga a dimenzió. És az, hogy a női és férfi egyensúly be tudjon állni, és a nők az alárendelődésből fel tudjanak emelkedni, a fölé rendelődésből pedig alázattal be tudjanak állni a férfi energia mellé, és teljes szívünkkel tisztelni tudjuk a férfi energiát, király a királynőjét, királynő a királyát, Isten férfi az Isten nőjét, és Isten nő az Isten férfiát. Tehát ahhoz, hogy ez az egyensúly be tudjon állni, ahhoz elképesztően fontos, hogy mi nők tudatosítsuk magunkban, és nagyon mélyen átéljük azt, hogy a méhünkben milyen ős erő van, és azáltal, hogy mi megéljük a méhünknek ezt az ős erejét, ezáltal az egész emberiséget és az egész kollektív energiát hogyan tudjuk szépen felemelni. Úgyhogy nagyon-nagyon sok szeretettel várlak benneteket, küldöm ki hírlevélben, itt ezen a Facebook oldalon is folyamatosan megosztásra kerül, az események között is megtaláljátok. Aki szeretne jelentkezni, az info.vaktororsolya@gmail.com info.vaktorosi@gmail.com e-mail címen tud jelentkezni, illetőleg az eseményekről olvashattok az orsolyavaktor.webnode.hu weboldalon is, és ott tudtok a hírlevélre is feliratkozni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem, köszönöm azt a sok-sok szeretetet, szívecskét, lájkot, amit kaptam közben, csodálatos estét kívánok nektek, és csodálatos vénuszi februárt. Sziasztok!